Edukáció 2009 oktatási szakkiállításra idén is több tízezren voltak kíváncsiak. A kétnapos oktatási seregszemlén a kiállítók szakmai előadásokkal, bemutatókkal várták az érettségi és felvételi előtt álló diákokat, a pedagógusokat és az intézményvezetőket. Több mint 10 000 látogató, 150 kiállító, mindez 10 000 négyzetméteren. Az oktatási bőrzén pályaorientációs és grafológiai tanácsadás, intézménybemutatók és felvételi tájékoztatók segítették a diákokat a választásban. Cég is van, meg kiadók is, úgyhogy körül kell nézni, nem elég rá egy 5 perc. Kommunikáció, jog, idegenforgalom és gazdálkodás. Idén is ezek voltak a legnépszerűbbek, de sokan voltak olyanok is, akik csak nézelődtek. Más, mint az internet, mert itt azért közvetlen kapcsolat van emberrel, és egyből választ adnak a kérdésre. Nem épp ettől várom, hogy kedvet kapjak valamihez, de hát még van időm, majd még elgondolkozok rajta. Az Egri Eszterházy Károly Főiskola ingyenes laptopot, a kalocsai Tomori Pál Főiskola pedig fél évig ingyenes kollégiumi szállást és jegyzeteket ad a leendő gólyáknak. A Közép-Európa Egyetem standjánál is nagy volt az érdeklődés, az intézmény üzleti karára 32 000 eurós ösztöndíjat lehet nyerni. Nagyon nagy az érdeklődés, tegnap és ma is folyamatosan sorba állnak a teszt kitöltése miatt. A szervezők a pedagógusokra is gondoltak, a tanárok az interaktív táblától kezdve a digitális palatábláig minden oktatási segédanyagot és technikai eszközt kipróbálhat.